A Mi Hazánk mozgalom folyamatosan figyelemmel kíséri az akkumulátorgyárak építését, illetve azokat a bejelentéseket, amelyek a kormány felől érkeznek, amely szerint Magyarországot akkumulátor gyár nagyhatalommá szeretné tenni a kormány, amivel a Mi Hazánk mozgalom főleg ebben a formában messze menőkig nem ért egyet, és azt gondoljuk, hogy inkább élelmiszeripari nagyhatalommá és tudás alapú nagyhatalommá kellene tenni Magyarországot, nem pedig szennyezni a földjeinket, a vizeinket, és nagyon komoly veszélynek kitenni a magyar lakosságot, ugyanis ezeket az akkumulátorgyárakat jellemzően mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban a Tesla is inkább sivatagokba tervezi, viszont azt látjuk itt Magyarországon, egészen elképesztő módon figyelmen kívül hagyják a lakosság akaratát, szándékát, és a lakóházak mellé tervezik ezeket az akkumulátorgyárakat. Azt is látjuk, hogy azok a közmeghallgatások, amelyek jelenleg zajlanak, akár a debreceni, akár most a nyíregyházi, ezek botrányos közmeghallgatásokká alakulnak át, míg Debrecenben tetlegességig fajult a közmeghallgatás, Nyíregyházán pedig még Apáti István alelnökünk, országgyűlési képviselőnk sem tudott bejutni a közmeghallgatás helyszínére, hiszen ezt nem biztosította a kormányhivatal. Mi azt gondoljuk, hogy egy ilyen feszült helyzetben, amikor az emberek joggal aggódhatnak a saját ingatlanjuk értékének csökkenése, vagy akár az egészségük veszélyeztetése miatt, akkor elfogadhatatlan, hogy ilyen módon nem tájékoztatják a lakosságot. És nem csak a most épülő akkumulátor gyárak esetében tapasztaljuk ezt, hanem a már korábban megépültek, például a Gödi Samsung gyár esetében is, azt látjuk, hogy nem vették figyelembe az ott élő magyarok érdekeit. Ennek vannak gazdasági vetületei, van egy nagyon fontos kérdés, hogy kik fognak dolgozni ezekben az akkumulátorgyárakban. Gödön is látjuk, hogy egyre kevesebb magyarról van szó, viszont egyre több külföldi vendégmunkás dolgozik ezekben a gyárakban, egyre kevésbé látjuk a hasznát, és egyre inkább azt látjuk, hogy óriási veszélynek teszik ki tehát a magyar lakosságot. A Mi Hazánk mozgalom különösen sérelmezi azt, hogy a megfelelő tájékoztatás helyett a hatóságok mismásolnak, sőt egyre inkább annak látjuk jeleit, hogy politikai utasításra megfelelő vizsgálatok, szakhatósági vizsgálatok nélkül adják ki az engedélyeket, vagy ki sem adják az engedélyeket, és úgy elkezdenek működni ezek a gyárak, vagy elkezdik építeni ezeket a gyárakat. Ugye a Gödi esetben ott például a fővárosi katasztrófavédelem részéről volt egy igen megdöbbentő válasz, amikor azt mondták, hogy nem nyilvánosak azok az adatok, amelyek például igazolhatták volna azt, hogy nem valósak annak a civil szervezetnek a mérései, amely három kútban is megemelkedett értékeket talált, olyan vegyületek, mérgező vegyületek esetében, amelyek például a magzatot károsítják, tehát nagyon komoly egészségkárosító hatásai lehetnek ezeknek a vegyületeknek. Illetve a debreceni akkumulátorgyár és a nyíregyházi akkumulátorgyár esetében, hogy akkor említsek konkrétumot, a Mi Hazánk mozgalom a közművekkel kapcsolatos tervek, illetve engedélyek kikérését kezdeményezi, ugyanis például a debreceni gyár, akkumulátorgyár esetében a szürke víz felhasználása miatt legalább 4 vezetékről szóló tervek, vagy akár már közmű munkálatok anyagait kellene megkapnunk. Ugye ebben az esetben ugyanis az ivóvíz, a szürkevíz, illetve a szennyvíz 1 és a szennyvíz 2 elvezetésére szolgáló közmű engedélyekkel, vezetékekkel kellene rendelkezni ennek a területnek, vagy legalább az engedélyes terveknek. Semmi ilyet egyelőre információink szerint nem mutattak be, éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom, tehát kéri ezeknek a közmű terveknek, engedélyeknek a kiadását ahhoz, hogy megnyugtatóan a lakosságot erről tájékoztatni tudjuk.